Elsősorban természetesen megerősítést és motivációt jelent az elismerést kiérdemlők számára az Aranybagoly díj. Dr. Toldi Éva az irodalomtudomány, dr. Pósa Mihály pedig a vegyészet területén elért eredményeiért részesült elismerésben. Nagyon jó egy olyan díjat átvenni, amelyet először ítélnek oda. Ez egy új díj, egy tiszta díj, világos kritériumai vannak, és azt hiszem, hogy ilyen is marad. Hogy mire motivál engem? Hát természetesen csak arra, hogy továbbra is végezzem azt az apró munkát, amelyet a kutató otthon tud egyedül végezni, és nem vágyakozik különféle díjakra, amikor a munkáját végzi. A micellák kutatása az evolúciónak az első lépése, mint az önszerveződő molekulák. Ez egy alapkutatás. Másfelől pedig a miceláris rendszereket, mint gyógyszer hordozóként is alkalmazhatjuk. De van egy ilyen alkalmazott vetülete is a kutatásnak. Egy évvel ezelőtt döntött úgy a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, hogy díjjal szeretné jutalmazni a kutatókat. Az éremből, oklevélből és pénzjutalomból álló elismerés kiosztásáról azért döntöttek elsősorban, mert úgy érezték, nem eléggé díjazzák a helyi kutatók munkáját. Ugye megalkult a Vajdasági Magyar Akadémia Tanácsnak ez az új vezetősége, azon gondolkoztunk a vezetőség körein belül, hogy akkor milyen új programokat, projekteket lehetne kifejleszteni, amivel valamennyire kicsit így meg tudnánk pesdíteni a tudományos életet, és ez volt az egyik ötletünk, hogy alapítsunk egy ilyen díjat, amely valami módon jutalmazza, kiemeli azokat a legsikeresebb kutatóinkat, akik az előző 5 évben kiemelkedően teljesítettek. A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács a jövőben minden évben díjjal szeretné jutalmazni az elmúlt években a természettudományok és humántudományok területén kiemelkedő tevékenységet végző kutatókat.